Az Úr legyen veletek! És az emeletedvel! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta. Volt egy gazdag ember, bíborba és patyolatba öltözködött, és minden nap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, telefekéllyel. Szívesen jól lakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam! Küld el Lázárt, hogy újja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam, felelte Ábrahám, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben. Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaáll gyötrődöl. Azon felül köztünk és köztetek nagy szakadék tátom, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám, kiáltotta újra, küld el őt atyai házunkba, ahol még 5 testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is idejussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte. Van Mózesük, és vannak prófétájuk. Azokra hallgassanak. Ám az erősködött. Nem teszik, atyám Ábrahám. De ha valaki a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek. Ezek az evangélium igény. Áldott véged, Krisztus! Kedves testvérek, egy új szokást szeretnék bevezetni, amire lehetőséget ad a Szentmise liturgiája. Az evangélium felolvasása után tartsunk egy kis csöndet, és mindenki egyénileg elmélkedjen arról, amit most hallott. Mai evangélium szó szerinti üzenete az, hogy
Az evangélista Lukács, aki az irgalmasság evangélistája, szeretné nekünk hangsúlyozni azt, hogy Jézus különösen is szereti a szegényeket. Ennek megvannak a példái az evangéliumában, Lukácsnál, hogy egy picit nézzük meg ezeket, hogy alátámasszuk ezt a Szentírásból, hogy Jézus különösen is szereti a szegényeket. Lukács evangélium 4. fejezet 18. versben Jézus felolvassa az igét, és ezt önmagára alkalmazza. Az Úr lelke van rajtam. Azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Azután szintén Lukásnál 7. fejezet 22. vers, amikor Köröztölő János börtönben van, és Jézus üzen neki, bátorítja őt: menjetek, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok, a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Nyilván ezt Jézus önmagáról mondja, és utána később a tanítványai ezt valósítják meg. Még mindig Lukásnál 14. fejezet 21. vers, amikor példabeszédet mond az ünnepi lakomáról, és nem jönnek el a meghívottak, akkor a házigazda megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város tereire és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, bénákat, vakokat és sántákat. 16. fejezet 22. vers jön most, ami már konkrétan arról szól, hogy a koldus a mennybe kerül. Jézus szeretetét a leginkább az mutatja, hogy a mennybe hívja ezt a Lázár nevű koldust. A Lukács evangélium tehát végig nagyon hangsúlyozza mindazt, hogy Jézus maga is szegénynek született, szegényen élt, és a szegények iránti figyelmes gyöngédségre bátorítja tanítványait is. A keresztény emberek törődjenek a szegényekkel, legyenek irgalmasok hozzájuk, mert ettől függ a halálunk utáni sorsunk. Szent Pál apostol a korintusiaknak írt 2. levélben, 8. fejezet 9. versben egy olyan összefüggést mond, ami megmutatja ennek a lelki dinamikának az erejét. Hallottuk az Alleluja versben énekelve is. Jézus Krisztus bár gazdag volt, szegényé lett, értetek, hogy szegénysége által gazdaggá legyetek. Ez a lelki dinamika nagyon nagy erőt hordoz. Tehát Jézus maga is szegényé lett, hogy minket gazdagítson. Ezáltal arra hív minden embert, hogy tanuljuk meg a szegényektől az Isten iránti bizalmat, nyitottságot és az egyszerűséget. Váljunk mi is ilyen értelemben szegényé és érzékenyé a rászorulók iránt nagylelkű, konkrét cselekedetekkel is. Mert ettől is függ az üdvösségünk. Erre kér minket Ferenc pápa is, amikor egy szegény és szegényekért élő egyházról beszél az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában. Ennek az evangéliumnak tehát ez az egyik fő témája, a szegények iránti együttérzés, de azért nem csak erről van szó, hanem
azt az örök igazságot is tanítja a mai evangélium, hogy van mennyország és van pokol. A kettő között nincs átjárás. A hívő ember igazi magatartása tehát az, hogy szereti a szegényeket és hallgat az Isten szavára. A Szentírás szavai szerinti egyszerű és szeretettel teli életre kell törekedni, és nem a különleges jeleket várni. Talán így foglalhatnánk össze a mai evangéliumnak a szó szerinti üzenetét. Most pedig egy picit menjünk beljebb, és próbáljunk együtt elmélkedni. A koldus fekszik. Láttunk-e már ilyet, hogy egy koldus az utcán fekszik? Ez azért nagyon különlegesen erős kép. Általában azért a koldusoknak is van annyi erejük, hogy állnak, kéregetnek, odalépnek hozzánk. Néha talán elindul bennünk az a gyanú, hogy koldus maffia van a háttérben. Tegnap, amikor jöttünk hazafelé Medjugorjéból, akkor magáltunk Mostárban, ami egy nagyon híres és gazdag város. Annak idején hallottuk a hírekből, hogy milyen kegyetlen háború zajlott ott, nem is olyan rég, 20 éve. Most pedig már azért egy békés, gazdag kereskedő város, rengeteg turistával. És hát ott mondhatnánk úgy, hogy virágzik a koldulás is. Amikor odajön az ámbarhoz egy kisfiú, egy picike gyerek, talán 7-8 éves lehet, mezítláb, koldul ebben a gazdag városban, akkor felmerül az ember szívében a gyanú, hogy ezt a gyerekot a szülei küldték oda. Hiszen ha belegondolunk, egy 7-8 éves gyerek ott a tömegben egyedül mászkál, hát valójában ez egy veszélyes dolog. Bárki elrabolhatja, nem? Valamelyik külföldi elrabolja és elviszi. De hát nyilván nem ez történik, mert vagy az apja, vagy az anyja, vagy a koldus maffia valamelyik tagja megfelelő távolságból, egy kávézó teraszán figyeli. Mint ahogyan a stricik ott vannak a prostituáltak közelében és figyelik, hogy mi történik. Ez nagyon súlyos bűn, emberkereskedelem. Ezt is gondoljuk végig a mai evangélium kapcsán. Mennyire kiszolgáltatottak a gyerekek, a nők, azoknak a gazdag férfiaknak, akik kihasználják őket. Ez a koldus fekszik. Már föl se bír kelni. Van egy olyan hagyomány az egyházban, olvastam az egyházatyák gondolatai között, hogy mivel néven nevezi az evangélista Lázárt, nagyon valószínű, hogy ténylegesen Jeruzsálemben egy Lázár nevű koldus élt, és róla van szó. A gazdag nem kap nevet, nincs neve a történetben, természetesen biztos volt neve, csak Jézus nem ad neki nevet. Nagyon nagy tanítás ez. A gazdagnak azért nincs neve, mert megrontotta őt a bűn. A bűn által arctalanná vált, névtelenné. Lázárt nem rontotta meg a bűn, a mennyországba került. Nevének jelentése Isten megsegít. Ez a név ígéretet hordoz.
Természetesen, ha Lázár szenvedéseiről elmélkedünk, akkor látnunk kell azt, hogy Lázárnak nem csak óriási fizikai kínjai voltak, éhözött, sebekben feküdt, valamilyen betegsége lehetett, ami nincs részletezve. Sokszor van ez így, hogy a koldusok valamilyen betegségeket szednek össze, tele fekéllyel fekszik. Nem csak fizikai szenvedései vannak Lázárnak, hanem azt hiszem, hogy sokat szenved attól, hogy vajon Isten miért engedi ezt, ami vele történik. Hiszen a neve az, hogy Lázár, így ígéretet hordoz, Istennek segít. Az ígéret végül beteljesedik, hiszen a mennybe jut, de földi életének nagy része nagy fizikai és lelki szenvedés volt. Ezzel szemben a gazdag bíborba, patyolatba öltözködik, ami abban a korban nagyobb érték volt, mint az arany. Bíborba, patyolatba öltözködni a királyoknak volt szabad, és nekik volt ehhez megfelelő gazdagságuk is. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a gazdag ember úgy élt, mint egy isten. De a szívét megrontotta a bűn. A bűnnek három formája, a pénz szeretete, a hiúság és a gőg. Szent Pál apostol írja Timóteusnak első levelében, 6. fejezet, 10. vers, minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás. Nem maga a pénz, hanem a pénz utáni sóvárgás. Minden baj gyökere. Nagy tanítás ez is. Az, hogy a gazdagnak nincsen neve, és mondhatnánk, hogy nincsen arca, egy belső ürességről árulkodik, hiszen a bűnnel együtt jár az a belső üresség, ami szeretetlenség. Ez nem az a fajta üresség, ami Jézus Krisztusra jellemző, hogy kiüresítette önmagát, és értünk szegénnyé lett. Ez a belső üresség amiatt van, hogy a gazdag ember gazdagsága öncélú. Vegyük észre az irgalmas szamaritánust, aki szintén gazdag volt, tehetős ember volt, amikor rátalált az útszélén arra a magvert zsidó férfira, akkor az irgalmas szamaritánusnak volt megfelelő, tehetős jelleme is, mag állapota, amiben be tudta emelni a szegényt. Tehát az irgalmas szamaritánus tudott segíteni az útszélén hagyott magvert, kifosztott, szerencsétlenül járt emberen, elvitte a fogadóba, pénzt költött rá, idejét rápazarolta. Tehát a gazdagságát másokért használta. A mai történetben szereplő gazdag viszont önmagáért használta a gazdagságát. És közben elvakult. Nem látja maga szegény embert maga mellett. Hiszen ott van a szegény a kapujában, elvileg láthatta minden nap. Nem látja maga szegény embert, nem veszi észre lelkileg. A túlvilágon viszont meglátja. Ott már észreveszi. Amikor a szegény az Ábrahám keblére kerül, ott már észreveszi. És kiált, Atyám Ábrahám, küld el Lázárt, hogy újjahegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet, iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Hát itt már a tanítás az egészen mély spirituális szinteket ér el.
van pokol, és van mennyország. Félelmetes ezt elképzelni, hogy eljutunk arra a pontra, ami már visszavonhatatlan. Mindannyian el fogunk jutni erre a pontra, mivel a lelkünk halhatatlan, ezért ha belegondolunk, minden tettünknek lesz örök ítélete, örök következménye. A túlvilágon tehát meglátja Lázárt, és néven nevezi. És néven nevezi Ábrahámot is. Ott már Lázár vigasztalódik, a gazdag pedig gyötrődik. A mai elbeszélés nagyon erősen az ellentétekkel dolgozik, folyamatosan mutatja az egymással szemben álló erőket, szegénység, gazdagság, gőg, alázat, váltogatja, szinte minden sorban egyik oldalról, meg a másik oldalról kapjuk a nyaklevesöket. Jézusnak ez a példabeszéde nagyon ébresztő jellegű. Üt, mint az ipari áram. És végső soron a gazdag azért jutott a pokolba, mert nem hallgatott az Isten igéjére. Amikor Ábrahámmal elkezd beszélgetni, Ábrahám jelképezi az Istent. Milyen érdekes, hogy Lázár Ábrahám kebelén van. Ez a szó, hogy kebel, azt fejezi ki, hogy egy nagyon mély közelségben, intimitásban, mint amikor János apostol az utolsó vacsorán Jézus keblére hajtja a fejét. Szinte kihallhatjuk a történetből azt, hogy Jézus azt ígéri nekünk, hogy a mennyországban majd a keblére hajthatjuk a fejünket. Ugye itt még Jézus beszél a jelenlévő hallgatóságnak, nyilván egy olyan túlvilág képet mond el, ahol egy zsidó számára a legnagyobb öröm Ábrahám közelségébe jutni, hiszen Ábrahám a zsidóság atya. Ábrahám a legkiválóbb ószövetségi zsidó szent atya. És amikor Jézus elmondja ezt a példabeszédet, kicsit benne van az a közvetett utalás, hogy ti pedig, akik most engem hallgattok, majd a túlvilágon az én keblemre juthattok. Az én szívemon fogtok elpihenni. Nyilván, hogyha hisztok a szavamnak. Mondhatjuk úgy, hogy a dúsgazdag számára a kérdés az volt, hogy hisz-e Ábrahámnak. Jézus hallgatóságának a kérdése pedig az, hogy hisz-e Jézusnak. Amikor a gazdag vitatkozik Ábrahámmal, akkor azt mondja, nem teszik atyám Ábrahám. Tehát nem ott mond Ábrahám gondolatára. Mert ugye Ábrahám azt mondja, hogy most hiába küldünk oda egy túlvilágról föltámadt szemét, ha nem hisznek az Isten eddigi prófétáinak, akik beszéltek az Ószövetségben, Ábrahámtól kezdve, Keresztelő Jánosig, Mózes és a proféták, és mindenki, akiket Isten küldött, tehát ha nekik nem hisznek, akkor nem fognak hinni, hogy halálból visszajött embernek se. És erre lázad újra ez az ostoba ember, aki most már a pokolban rettentően szegény. Most már nincs bíbor, nincs fatyolat, hanem mesztelenség van, elvakultság, gőg, végső szegénység. Jézus nem azért jött, hogy
minket a szegénység állapotában tartson. Azért lett ő szegény, hogy mi gazdaggá váljunk. De ugyanakkor az is igaz, hogy a gazdagság, amikor nem másokért van, akkor ez egy végső szegénységhöz vezet. Tehát a pokolban óriási szegénység, nyomorultság, magány van. Véget nem érő kínlódás. Mert nem hallgatott az Istenre. Azzal szeretném befejezni, amit Ferenc pápa mond,199. pont az Evangelii Gaudium apostoli buzdításból. Feladatunk nem kizárólag a Szentlélek által mozgásba hozott cselekvésben és a támogató segítő programokból áll, nem az aktivizmus fellángolása, hanem elsősorban a másik iránti figyelem, amellyel önmagunkkal egy valóságnak tekintjük őt. Ez a szegények iránti szerető figyelmesség az igazi érdeklődés kezdete. És ebből kiindulva kell hatékonyan keresni a szegények javát. Mindez magában foglalja, hogy a szegényeket a maguk sajátos jóságában, a létmódjukkal, kultúrájukkal értékeljük azzal, ahogyan megélik a hitet. Az igazi szeretet mindig szemlélődő és lehetővé teszi, hogy a másikat ne kényszerből vagy hiúságból, hanem azért szolgáljuk, mert a látható felszínen túl szép. Elképesztően erős ez a néhány sor, amit Ferenc pápa itt leír. Az igazi szeretet mindig szemlélődő, és lehetővé teszi, hogy a másikat ne kényszerből vagy hiúságból szolgáljuk, hanem azért, mert a másik ember a látható felszínen túl szép. Minden ember lelke szép, mert Isten tökéletes teremtményei vagyunk. Nyilván a bűn elrontja a dolgokat, de a lényeg, hogy Isten gyermekeiként létünkben van egy elragadó szépség. Jézus azért nem tudta az embereket elítélni, mert szerelmes volt az ő lelkük szépségében. Kedves testvérek, ajándékozzuk meg egymást szerető figyelemmel, kíváncsisággal, igazi érdeklődéssel, és akkor ebből majd a Szentlélek sugal adott esetben konkrét segítő tetteket is. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Isten.